A szombathelyi közgyűlés az elmúlt év végén úgy döntött, hogy megújítja a város hosszú távú településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját. Az önkormányzat a Városfejlesztési ZRT-t bízta meg a dokumentum elkészítésével. A szakértői változatot első olvasatban tárgyalta volna meg keddi ülésén a testület, amely végül visszaadta az anyagot a tervezőknek. A szükséges egyeztetések és a javaslatok beépítése után a stratégiát márciusban tűzi majd újra napirendjére a bizottság. A testület foglalkozott több forgalmi rendváltoztatással kapcsolatos kezdeményezéssel is. Támogatták új gyalogátkelő helyek létesítésének előkészítését, és azt, hogy a MediaMarkt áruháznál új útcsatlakozás létesüljön. Ez utóbbihoz kikérik még a Magyar Közút szakmai állásfoglalását is. A BPV Hungária Kft. A Rába utca felé szeretne új útcsatlakozást kialakítani, amit jó megoldásnak ítéltek a bizottsági tagok. Hasonlóan foglaltak állást a Gazdag Erzsi óvoda környezetében javasolt sebességcsökkentő küszöbök kialakításáról. A bizottság egyetértett azzal is, hogy a Szent Gellért utca Rómi út és a Rómi út 86-os számú főút csomópontjában a telezöldes forgalomirányítás helyett vizsgálják meg a balra kanyarodó, illetve egyenesen haladó és jobbra kanyarodó sávok kialakításának lehetőségét. A Paragvári, a Szűrcsapó, a Rohonci út és a Bartók Béla körút által határolt terület forgalmi rendjének felülvizsgálatáról az árajánlat beérkezését követően dönt majd a testület.